Ez az Indigo Töröcsik Üdvözlöm Önöket, hat napról a hetediken, ezúttal Novák Zoltánnal, a Méltányosság Politika Elemzőközpont projektigazgatójával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Érdekes megállapításra jutott az önök intézete egy friss elemzésében, mégpedig arra, hogy a jobboldal jelenlegi gondjain akár a kettéosztódás is segíthet, mert hogy az utóbbi hónapok fejleményei azt mutatják, hogy a Fidesz egysége már egyáltalán nem nyilvánvaló. Ez kívülről is látszik, hogy vannak törésvonalak, de először beszéljünk arról, hogy ön szerint melyek ezek a törésvonalak, mit állapítottak meg. Ö, hát nem a törésvonalakat vizsgáltuk, csak ö, úgy. Ö, Elméleti szinten felvetettük, hogy a Fidesz extenziója, tehát a méretének a, a növelése, ami tulajdonképpen az elmúlt hét évben egy egyenes irányú folyamat volt, az tulajdonképpen elérte a határát. Ennek sok szimptomája van, többek között egyébként nem csak az Orbán Simicska ügy, hanem én szerintem ennek egy jele a Questor ügy is sajátos módon, de erre gondolom később még kitérünk. Tehát elérte a, a határát, és úgy látom, hogy vagy úgy látjuk, hogy innentől fogva több forgatókönyv is létezik. Ebből az egy mármint ennek a problémának a megoldására, illetve a mostani válságnak a kezelésére, mert azt látnunk kell, hogy, hogy a Fidesz jelenleg, illetve a kormány oldal jelenleg válságkezelésben van, tehát válságkezelés folyik. És ennek az egyik megoldása az, hogy hogy az extenziót felváltja egy intenzív fejlődés, aminek egyik verziója lehet az, hogy bizonyos részek leválnak a Fideszről. Mely törésvonalak mentén történhet ez meg? Ugye kívülről nyilván az Orbán-Simicska konfliktus a leglátványosabb, de gondolom, hogy nem ez az egyetlen törésvonal a párton belül. Vagy ez inkább gazdasági természetű, de hogy vannak másfélék is. Igen, az Orbán-Simicska küzdelem szerintem nem vezethető vissza a párton belüli törésvonalra, és igazából törésvonalról sem beszélhetünk jelen állapot szerint, hanem sokkal inkább repedésekről beszélhetünk. Van azért két érzékelhető irányzat a Fideszen belül. Az egyik az a plebejus, alapvetően inkább keresztény demokrata vonalnak tekinthető fősodóra, amit ugye Orbán Viktor és, és gyakorlatilag a, párt szinte egészen visz, és akkor van egy kevésbé látványos, kevésbé kitapintható, de létező és érzékelhető irányvonal, ez pedig a, a konzervatív irányvonal. Ami, ami hát ö, nyilvánvalóan egészen másképp látja az ország jövőjét, ö, mint, mint a másik. Lényegében azt lehet mondani, hogy ez helyet cserélt, mert hogyha itt a konzervatív irányvonalra gondolunk, akkor gondolom, hogy ö, Kövér Lászlóra gondolunk elsősorban. Tehát, hogy azok, akik eddig esetleg előtérben voltak, ők húzódtak most a háttérbe és adják ezt a konzervatív irányvonalat a kövérféle, tehát nem, nem tartom a Kövér Lászlót a, a konzervatív irányvonal képviselőjének. Akkor tehát kiket itt, itt elvi, Elsősorban ugye Navracsics Tiborra lehet kitérni, és még jó néhányan, hogy a pártagságból, illetve a, a párt hordudvarába ebbe az irányvonalba tartoznak. A kövér Lázárféle repedés az is egy létező kom, belső konfliktus, de én úgy látom, hogy az elsősorban inkább generációs vita, illetve felfogás és szemléletmódbeli különbségből adódik, nem igazán ideológiai alapjai vannak. Melyik vita, melyik törésvonal az, amelyik ön szerint leginkább terheli most a pártot? Tehát a gazdasági jellegű, vagy inkább ez a politikai, hát ha még törésvonalnak, nem is mondjuk derepedésnek? Mindegyik egyszerre terheli, tehát azt látjuk, hogy most, most a belső konfliktusok és a a jobboldali hátországban lévő konfliktusok egyszerre jelennek meg, és egyszerre eszkalálódnak. Mindeközben külső problémák is vannak, tehát a tüntetések, általában véve a közhangulat, a klíma megváltozása is egy ilyen probléma, és még számos egyéb megoldandó kérdés van. Tehát most, most ugye kicsit feltorlódtak a, a kormányoldal számára a problémák, és nagyon úgy néz ki, hogy hogy nagyon nehezen lesz szóra. Tehát nem tapasztaltunk még ilyen kommunikációs zavarokat a Fidesznél. Tehát az elmúlt ciklus nem erről szólt. Az elmúlt ciklusban Eléggé nyilvánvaló volt a párt kommunikációja, egy eléggé nyilvánvaló és minden elsöprő volt a, 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 cselekvés, a, a kormányzati cselekvés. Most azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok a rögtönzés, nagyon sok a, a, a rossz lépés, nagyon sok az irányváltás, mert kommunikációs szempontból a fordulat és az ellentmondás, tehát egészen más, kép, más képet mutat a mostani kormányzás, mint az elmúlt négy év. A meglévő repedések, politikai repedések és a gazdasági törésvonalak, azok összeérhetnek adott esetben? Inkább ez úgy néz ki, hogy... A, a, választások után, tehát a tavalyi parlamenti választások után azt lehet érzékelni, hogy már nem elsődleges prioritás a, a fő sodor számára, tehát a hatalmi centrum számára, Orbán Viktor számára, a, a párt egységessége, illetve egyben tartása. Tehát az, hogy a, az Orbán-Simicska konfliktus kieleződött, annak, annak, annak nyilvánvalóan voltak kockázatai, és ezzel számoltak is. Lehet, hogy nem számoltak ilyen, ilyen szintű konfliktusra, sőt, biztos, hogy nem, de az biztos, hogy egy kicsit szabadjára lett engedve a, a párt belső mozgása is. Tehát egyértelműen látszik, hogy most már nem elsődleges prioritás az, hogy kifelé teljes egységet mutatva egy irányba haladjon a párt, hanem, hanem az látszik, hogy mindenki felvállalja a konfliktusokat. Orbán Viktor nem tesz meg mindent azért, hogy, hogy elfedje ezeket, és, és ilyen formán olyan, olyan fideszképpel szembesülnek a jobboldali választók, ami eddig nem. Itt persze felmerül a kérdés az, hogy ez egy tudatos lépése, vagy egyszerűen a, a dolgok nehézségi ereje nem engedi az egységes fellépést. Itt szerintem mind a kettő tényező egyszerre hat, és az így kialakuló helyzet egyre inkább egyre nehezebb kezelhetősége az, amit tapasztal, tapasztalunk, és ez az, amit én a kormányoldal válságkezelésének kezelésének nevezek, amikor is jönnek az, a, egyre másra jönnek a, a botrányok, a problémák, és nagyon nehezen tudja lekommunikálni ezt a, a párt a társadalom felé. És hát ugye látszódik az, és a Fidesznek a legnagyobb ereje, vagy az egyik legnagyobb ereje, az mindig is az, az egységessége volt. Kifelé most már ez nem, nem látszódik, tehát kifelé sem látszódik már. Ebből adódhat az, hogy a választók elbizonytalanodtak? Nem, szerintem ez a dolgok velejárója, vagy egyik kísérő tünete, de alapvetően itt onnantól lehet datálni a, a, a netadó Bevezetésének kísérletétől lehet datálni ezt a lejtmenetet, és innentől fogva valami megváltozott. Nem biztos, hogy az a fordulópont, de az biztos, hogy, hogy a, a politikai klíma az nagyon másképp fúj most, nagyon másképp néz ki most, vagy nagyon más az atmoszférája az egésznek, más szelek fújnak. Egész egyszerűen most bármit csinál a Fidesz, az ellentétben azzal, ami az első ciklusban volt, hogy ott bármilyen konfliktust vállalt föl, az a társadalom elfogadta, a, a, az ellenzők nem tudták igazából koncentrálni az erejüket, nem tudtak hatékonyan ö, fellépni, tehát ilyen minden telsöprő erős kormányzás folyt. Most pedig az látszik, hogy ennek az ellenkezője, érvényesül, tehát bármihez fog, vagy bármihez nyúl a Fidesz, az visszafelésül el, vagy legalábbis komoly problémákat okoz. Tehát itt alapvetően megváltozott a, a klíma, és ez az, amit, amit, egyébként nagyon nehéz, tehát sok komponensből áll, nehéz megragadni, hogy végülis milyen tényező az, ami megfordította ezt, de az látszik, hogy nagyon, nagyon más ma a belpolitika, a Fidesz számára is, és minden szereplő számára, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt. Ugye a választók összezavarásának egyik oka legalábbis a kormánypárt narratívájában az, hogy a vele eddig baráti sajtó szerintük szembefordult velük, hírtévé Magyar Nemzet Lánchíd Rádió, és ezért hirdettek például bolykottot is. Ön látja-e azt, hogy ez oka lehet valóban annak, hogy morzsolódik a tábor? Természetesen ez is egy tényező a sok közül. Van egy úgynevezett orientációs zavar a választókban. Itt a Fidesz szerintem rossz ritmusban válaszolt a, a az Orbán Viktor személyét érő támadásokra, és a, a bolygót valószínűleg egy elhamarkodott lépés volt. Teljesen nyilvánvaló volt, hogyha ez a küzdelem folytatódik, akkor eljön majd az a pont, amikor a bolygott, mint taktikai fegyver, fölmerül. De azt gondolom, hogy ez még túl korán ö, jött. Egy, egy, ö, egy ilyen hirtelen zsigeri válaszleakció volt ez, ö, és nem nagyon vette figyelembe azt, hogy a jobboldali szavazótábornak azért vannak fogyasztói szokásai. Tehát rá lett ö, szocializálva arra, hogy milyen ö, lapokat olvasson, hogy milyen televíziót nézzen, Megszokta ezeket, megszerette ezeket, és nagyon nehezen tér át más médiumokra. Egyrészt, másrészt, meg nincsenek is még más médiumok, tehát ez is a ritmus tévesztés egyik, egyik eleme, hogy akkor kell hirdetett bolykotott és veszített felületet a Fidesz ilyen szempontból. Amikor, amikor még nem épített föl alternatívákat. Ez okozhat orientációs problémát, természetesen a választókban ők, de azt látom egyébként, hogy ezekben a médiumokban ö, olyan 180 fokos váltás, mint ö, azt korábban ö, beharangozták, vagy legalábbis feltételezték, sokan nem történt. Egyszerűen csak van némi hangsúlyeltolódás, nyilvánvalóan a közép felé, de alapvető párfordulót nem látok itt. Éppen ez is okozhat egyébként problémát, mert hogyha, nem mint a Fidesznek, mert hogyha itt egy valódi ö, váltás lett volna, akkor azt nyilván a szavazók is érzékelik, és valóban gyorsabb az elpártolás. De, de mivel ez nem következett be, ugyanakkor viszont a, a Fidesz ö, politikusai, illetve a Holdul, holdudvar bizonyos szereplői nem mennek el az műsorokba, a saját hangjukon, a saját arcukkal nem, vá, nem, nem képviselik a Fidesz szempontjait, a, a Fidesz véleményét. Ez egyeteműen egy térvesztésként értékelhető, ami nyilvánvalóan meg fog mutatkozni a párt megítélésében is. Tehát ez mindenképpen felületvesztést jelent. Hosszú távon fenntartható egy ilyen? Minden föntartható hosszú távon. Most az a kérdés, hogy a, a, a Fidesz számára milyen folyamatokat indít be, és hogy ezeket, ezeknek a kockázatait, tehát készít -e a költséghaszon számítást a tekintetben, és hogy alapvetően presztízs szempontból megengedheti-e magának, hogy visszakozzon ebből. Itt, itt, ez egy döntés kérdése. Én azt gondolom, hogy megpróbálják azért föntartani ezt, a, itt sokat számít az, hogy mennyire sikerül az alternatív médiát föl, fölépíteni. Tehát a, a jelenlegi választékhoz képest egy új felületet, egy versenyképes médiabirodalmat sikerül-e felépíteni. Hát itt azért vannak kételjeim, de majd meglátjuk. Itt azt, azt lehet prognosztizálni, hogy köztévé és mondjuk a hírtévé között lesz egy nyilvánvaló küzdelem a nézőkért. Nehéz megmondani, hogy alapvetően ezt. Ez ki fogja nyerni. Az, az látszik, hogy a köztévé indulása, tehát ennek az új nemzeti hírcsatornának az indulása azért nem volt zökkenőmentes, és azért vannak szakmai hiátusok. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a köztévé szerepét illetően, önmagában az, hogy létrejön egy 24 órás hírfolyammal operáló csatorna, az egy alapvető és, és valóban 180 fokos váltás az elmúlt négy év köztévés szemléletmódjához képest. Azt tapasztaltuk a kormányváltás után, 2010 után, hogy az, van erre egy policy, hogy kicsit kiszorítani a közéleti műsorokat a köztévéből, Magazin műsorokat, könnyedebb hangvételű műsorokat, pozitívabb üzenetekkel operáló műsorokat tűztek napilendre, levettek néhány fontos közéleti műsort, elbocsátottak jó néhány ilyen műsorokra szocializált újságírót, és, és egy kicsit kivonultak a közmédia a közéletből. Na most ez képest... És hát, ennek voltak pozitív hozadékai is, például nagyon jó kulturális, volt néhány nagyon jó kulturális műsor, de azt lehetett érzékelni, hogy, hogy azért a nyílt vita és a, a, a közéleti témák szépen kiszorultak a, az m ről a reggeli műsor is magazin műsorrá vált, tulajdonképpen voltak benne ugyan politikai témák, de azért jóval kevesebb, mint annak előtte. Úgyhogy ez egy egyértelmű és érzékelhető irányvonal volt. Na most ehhez képest azért tényleg nagy váltás az, hogy beindítanak egy és alapvetően üdvözlendő váltást. Tehát én önmagában ennek a ténynek, hogy itt létrejön egy 24 órás közéleti hírcsatorna, ennek nagyon is örülök. Ami itt problémás lehet, az az, hogyha végignézzük azért a az elmúlt négy év közmédiáját, és annak szakmai színvonalát, és ezt megpróbáljuk értékelni, akkor azért azt látjuk, hogy, hogy szakmai szempontból itt egy nagyon komoly váltásra van szükség ahhoz, hogy versenyképes legyen a közmédia ilyen szempontból, akár a hírszolgáltatást, akár a háttérműsorokat illetően, mert azért annak a az elfogultsági szintje és színvonala, nívója azért hagyott komoly kívánni malókat maguk, maga után. Térjünk akkor egy kicsit vissza az önök elemzésére, amelyben ugye azt mondják, hogy hosszú távon talán ütőképesebb lehet az a jobboldali térfélen is, hogyha ö, két párt lenne jelen. Miért lenne ez ütőképesebb? Mert hát láttuk azt, hogy a baloldal mi történt, amikor ketté váltak és most már nem is ketté, hanem darabjaira hullattak. Ráadásul van egy olyan választási rendszerünk, ami pont ennek a struktúrának nem kedvez. Igen, a, a választási rendszer az ugye most a kétharmad megszűnésével ugyan stabilizálódott egy kicsit, de amúgy az azért mozgásban van, tehát nem, nem érdemes ahhoz viszonyítani a pártfejlődést vagy a párt dinamiká, pártok dinamikáját az, hogy mennyire, lesz, mennyire, lenne hatékonyabb, az sok, sok, nagyon sok tényezőtől függ, tehát itt forgatókönyvek vannak, és a különböző forgatókönyvek mentén különböző hát kifutási lehetőségek vannak a tekintetben, hogy hogyan lehet egy ilyen duó, egy ilyen sikeres. Azt látni kell, hogy azért a a jobbik, mint veszélyforrás, azért eléggé túlnőtte magát, ahhoz képest is, amire a Fidesz számított korábban. Ennek egyik oka, az, hogy, hogy már nem képes lefedni a Fidesz a teljes jobb oldali felett. Ugye emlékszünk arra, hogy volt egy nagyon sokáig domináns célkitűzés volt, több mint egy évtizeden keresztül, az egy a tábor, egy az ászló jelmondata köré fűződő koncepció, hogy ugyanis a jobb oldal akkor lehet versenyképes, az akkor még egy egységes baloldallal szemben, hogy ha, ha, koncentrálódik, ha tömbösödik, és ennek volt, ennek a szándéknak voltak különböző stációi, tehát a kis bekebelezése, aztán a MIEP, a, a, a régi KDMP, tehát ezeknek a pártoknak a, aztán az MDF felszámolása, tehát Ezeknek a pártoknak az integrálása mind azt a célt szolgálta, hogy a jobb oldalon egyetlen párt, egyetlen választási lehetőség legyen, és azok, azok a szavazók, akik alapvetően akár történeti, akár e, családi hagyományok okán e, szemben állnak a, a, a baloldal, azoknak csak egy választási lehetőségük legyen. Ez tulajdonképpen, ez a koncepció, ez sikeres koncepció volt addig a pontig, amíg a jobbik meg nem jelent, mint mint versenyképes szélső jobboldali párt. Tehát azon a ponton, azzal együtt is, hogy azért ez a tömbösödés egy alapvetően sikeres tendencia volt, azon a ponton ez megdőlt. Ezzel együtt is a Fidesz tudta kezelni ezt a helyzetet, ugyanis valamikor a 2000-es évek második felében megszületett egy döntés, hogy a korábbi irányvonalra szemben, amikor is a Fidesz úgy próbált versenyképessé válni a baloldal szemben, hogy megpróbálta integrálni a szélen, a jobb szélen lévő szavazókat, megpróbálta megnyerni és magához kötni. Volt egy irányváltás, méghozzá az, hogy, hogy a továbbiakban nem tesz erőfeszítéseket a, a, a jobb szélen lévő szavazók megnyerésére, hanem bejön középre. Ez volt az új többség koncepciója, illetve annak egyik leágazása, és ez egy sikeres... Ez egy sikeres koncepció volt. Tulajdonképpen többek között ez alapozta meg a 2010-es győzelmet is. Ezzel együtt a Fidesz az elmúlt négy évben nem tudta hatásosan kezelni a jobboldal, vagy a jobbik problematikáját, és most arra ez odáig nőtt, hogy megközelítette pár százalékra a jobbik a Fideszt. Akkor az egyértelműen kijelenthető, hogy ebben a mai politikai helyzetben, vagy ha 18-ra előre tekintünk, akkor a Fidesznek a versenytársa az a jobbik lesz? Tehát a baloldallal nem is kell már számolni? Bonyolultabb ez a kérdés. Egyrészt azért, mert a jobbikkal nagyon sokáig azért nem törődött a Fidesz, mert hasznára volt. Tehát ez egy külön koncepció volt, vagy egy policia a Fideszen belül, hogy a jobbikra nem lövünk, több oknál fogva. Ugye ezt belülről azzal magyarázták egyrészt, hogy nem szabad fölemelni azzal, hogy támadjuk a jobbikot. Valójában szerintem két fronton is nagyon jól jött a jobbik erősödése a Fidesznek egy bizonyos pontig. Egyrészt azért a, a jobbik hozott el szavazókat, és ez látszik a területi megoszlási grafikonokon, hozott el szavazókat a baloldaltól, tehát gyengítette a, a baloldali pártokat, megoszotta az ellenzéket. Másrésztről a külpolitikai szintéren nagyon sokáig azért nagyon jól jött, és a mai napig ezt használják, ezt az évrendszert. Hogy a bírálókkal és a bírálatokkal kapcsolatban kifejthette a Fidesz azt, hogy rendben van, de a Fidesz, hogy, hogy nem elégedettek a, a, a Fidesz politikájával, hogy támadják azt, de ha a Fidesz meggyengül és a, az ellenzék pedig ilyen atomizált marad, akkor viszont a Jobbik a következő alternatíva, ami egy hatásos érv volt Nyugat-Európában, és nagyon sokáig pacifikálta a Fideszre kapcsolatos, azzal együtt is, hogy nagyon komoly bírálatára kelet kellett szembenedznie az egész ciklusban. Ez egy bizonyos ponton nem lépett túl, és ezt nagyban köszönhette a Jobbik veszélynek a, a Fidesz. Tehát az, hogy a következő választásokon hogy fog felállni, ki lesz a kihívója kinek, az per pillanat nagyon nehéz megmondani, mert nagyon gyors mozgások vannak. Egyedül az, az biztos, hogy per pillanat az, az ellenzék, tehát a baloldali ellenzék az darabolt, atomizált, a jobbik az éppenséggel egy, egy pozícióváltásban van. Tehát per pillanat az történik, és hogyha megnézzük, vagy elolvassuk vonagából évértékelőjét, akkor egy olyan tendenciát olvashatunk ki belőle, vagy egy olyan szándékot, hogy egy nagyon erőteljes és egy nagyon elszánt pozícióváltás szeretne, tehát jön be középre a centrum felé a párt vezetése, és valóban néppártá szeretne válni a jobbik, valóban ő akar lenni a Fidesz váltópártja és kihívója. Ugyanakkor viszont azért ebbe az összképbe ö, csúsznak hibák. Tehát azt látjuk, hogy a tagság azért nagyon másképp néz ki, mint amit kiolvashatunk ebből a, az évértékelőből, és általában a, a, a központi pártvezetés ö, ö, nyilatkozataiból. Mert a tagság viszont hát szolgáltat ilyen csemegéket, amin, a, amin azért elég szépen el lehet. Tehát a, a sajtó elég szépen pörgeti ezeket, valóban vállalhatatlan dolgok ezek, és ha azt gondoljuk, vagy azt azt vesszük figyelembe, hogy azért ezekre a botrányokra a Jobbik továbbra sem úgy reagál, hogy adott esetben ezeket a vállalhatatlan tagokat kizárja, hanem, hanem tulajdonképpen megpróbálja úgy el mismásolni ezeket a dolgokat, tehát nem igazán reagál ezekre megfelelő mérséket párthoz illő módon, azért itt, itt lesznek ebbe zavarok ebbe a pozícióváltásba, de a szándék egyértelmű, az is egyértelmű, hogy balról próbálja előzni a Fideszt, hogy nagyon sok szociális retorikai elemet használ, ahol alapvetően fölé ígér a Fidesznek, és megpróbál bevonni olyan leszakadó szavazatokat is, amik per pillanat a Fidesztől való távolodó, elbizonytalanodó választókhoz kötődik. Úgyhogy itt, itt most már csak az a kérdés, hogy a, a Fidesz mikor reagál erre. Tehát mikor jön el ez a pont, amikor azt mondja, hogy ez már így sok, ez már túl közel van a két támogatói érték, és, és most már muszáj reagálni. Mivel nem vagyunk ugye kampány közepén, legalábbis országos kampány nincsen, és a választások mind nagyon messze vannak, ezt per pillanat nehéz megmondani, hogy mikor jön ez a pont, de ha még jobban közelednek a, az értékek azért ö, nagy valószínűség a Fidesz reagálni fog, ö, és akkor, akkor ö, valószínűleg a, a jobbik ö, kredibilitását próbálja meg, mint ahogy ennek voltak pár példái. Tehát néhány bodi, bodicseket azért már kiosztotta a, a Fidesz a jobbiknak ö, mondjuk a kampányok hajrájában. Meglátjuk, hogy mennyire lesz ez sikeres, mert kö, eközben a Fidesz hitelessége is ö, szépen csökkent, tehát lehet, hogy túl késő lesz ahhoz, hogy hogy bár nincs kétségem a afelől, hogy azért a Fidesz eszköztára széles -e tekintetben, és hogy egy igazi támadás azért úgy érné a jobbikot, hogy, hogy hatna a szavazóira is, de, de minél jobban kitolódik ez, illetőleg minél kevésbé erős a Fidesz, és minél gyengébb a hitelessége, annál nehezebb lesz ezt a támadást kifitelezni. Egy fél mondat ott tejtettünk eddig a baloldalról, amelyre azt mondta, hogy atomizált. Nehéz jósolni persze, de van-e arra esély, hogy 18-ra újra összeállnak? Mert az MSZP-ben egyre több az olyan hang, hogy igenis karakteres, baloldali, önálló politikát kellene vinni, és nem kellene közösködni az egyre liberálisabb irányba elmozduló demokratikus koalícióval. Itt, itt, sokkal nehezebb hát ilyen predikciókkal élni. Minden esetre miközben ugye a, a, Fidesz oldalán azt mondtuk, hogy lehet, hogy hatékonyabb és ütőképesebb lenne mondjuk egy, egy ilyen osztódási folyamat, alapvetően mondjuk kihoz, kihúzhatja a jobb, jobbik által jelentett veszélyforrás méregfogát, a bal oldalon meg azért azt látjuk, hogy ott viszont tényleg nagyon sok a szereplő. A, a szerintem a választ, tehát a baloldali választók, illetve a potenciális bizonytalanok sem ismerik ki magukat a, a, pártok között. Egész egyszerűen itt viszont elkerülhetetlen egy koncentráció. Na most az látszik, hogy nem, az nem működik ez a fajta összefogásos metodika, ez, ez nem hozott jó, hogy nem a legmegfelelőbb módon kivitelezték, de talán, hogyha szerencsésebb az egész, és mondjuk ilyen hatalmi harcokat nélkülöző, akkor is nehezen tudom elképzelni, hogy a nagy átütő sikert okozott volna 2014-ben. Persze, ha felborul a pája és a Fidesz olyannyira meggyengül, akkor akár még ez a taktika is hozhat sikert. De hát ezek, itt még túl sok a ha. Itt valószínűleg egy koncentrálódási folyamat az, ami, ami sikert hozhatna, tehát ez kétféleképpen képzelhető el, vagy valamilyen konglomerátum párt létrejön. Figyelve a szereplők egymáshoz való viszonyát és az emberi viszonylatokat a te tekintetben, ennek a működő képességével kapcsolatban azért vannak kételjeim. Vagy pedig egy szereplő, lehet ez egy olyan párt is, amit egyelőre nem ismerünk, mert még nem jött létre. Egy szereplő ki, kimagaslik ebből a, a mezőnyből, és annyira dominánsá válik, hogy maga alá tudja gyűrni az, a, az összes többit. Ez mondom, lehet egy jelenlegi párt is, a sok közül, de lehet egy új szereplő is. Tehát nagyjából ezt a két verziót látom. Ha marad a mostani felállás, ami ami egyelőre a valószínűbb, mert nem látunk új szereplőt, bár még messze van a választás, tehát itt, itt bármi megtörténhet. Ha marad ez a felállás, akkor viszont az a verzió lehet csak célra vezető, amit egyébként mi, tehát a Méltányosabb Politikai Elemző Központ javasolt még a, a választások előtt, hogy egy, egy ilyen kiválasztódásnak, tehát nevezetesen, mert a legtöbb vita erről folyt, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Egy ilyen kiválasztásnak szerintem csak olyan metódusai vezethetnek célra, amik egy ilyen előválasztásos történetet indítanak el, és ennek sok előnye is van, kockázata is, de de nem tudok elképzelni mást, mert hogy ha a szokásos háttéralkukon nyugvó vagy eleve előre nem eldöntött, hanem majd az eredményből levezethető Mészterelnök jelölti elképzelést erőltetik, az szerintem még egy meggyengült Fidesz mellett is hasonló eredményekre vezetne, mint 2014-ben. Hát ha előválasztás még nincs is, időközi választás van, vagyis lesz nevezetesen április 12-én Tapolcán, ahol azért úgy tűnik, hogy a három politikai erő, amelyről eddig beszéltünk, a Fidesz, a Jobbik és a Baloldal, MSZPDK közösen, azért fejfej -fej mellett halad, és hát ez látszik a kampányon is, mert egy elég személyeskedő feljelentésekkel bőven targított kampány az, ami Tapolcán most zajlik. Nyilván nehéz megtippelni, hogy, hogy ki lesz a győztes, de ki jöhet ki a legjobban ebből az egészből, ha mondjuk nyer? Itt a kampány tekintetében az látszik, hogy azért a, az ellenzék, és itt most nem a jobbikra gondolok, tehát a, a baloldali ellenzék azért elmulasztott, és ez egyébként a jobbik kezében is ott lett volna ez a fegyver, elmulasztotta országos ügyét tenni ezt a kampányt. Nyilvánvalóan nehezebb feladat le, volt ez, mint mondjuk a Veszprémi választást Na, esetében, de de azért itt is nyitva volt a, a lehetőség azelőtt, hogy a kétharmadot megint közp központba állítsák. Mert ugye bármi történhet, ugye láttuk, hogy azóta is szavaztak meg kétharmados törvényt a parlamentben. Ezen felül bármi történhet, tehát kieshet egy ellenzéki mandátum is bármikor. Úgyhogy. Ő itt, itt azért föl lehetett volna vetni azt, vagy középpontba lehetett volna állítani azt, hogy e, itt a kétharmados e, lebontás, vagy a kétharmad lebontásának e, egyik újabb e, lépcsőfoka ez, és ez ebből egy. Mert ugye a Veszprém sikerült került országos kampányá változtatni. Rendben van, hogy a Veszprémiek szavaztak, de a teljes média erről szólt a, jelöltek az országos médiában nyilatkoztak, tehát volt, volt ehhez egy, egy, egy egész erőteljes országos kampány rendelve. A mostanit én szerintem nem sikerült ennyibe a középpontba állítani, legalábbis nem a kétharmados kérdéskört, ami szerintem hiba, taktikai, sőt stratégiai hiba az ellenzék részéről. Tehát nem sikerült eléggé felárazni ezt a választást. Azt nem tudom, hogy helyi szinten mi történik, tehát ebbe mi nem látunk bele, hogy ott mennyire aktív a kampány, hogy mennyi aktivista van a helyben. Az látszik, hogy valószínűleg nagyobb esélyt lát a jobb oldal ennek az időközinek a megnyerésére, mint a Veszprémire. Én azért azt gyanítom, hogy a Veszprémnél az előzetes mérések azt mutatták a kormánypárt számára, hogy nehezen vagy nem megnyerhető, és ebből kifolyólag rendeltek kevesebb erőforrást és keresebb embert oda, aktivistát és kisebb erőfeszítést fordítottak az egészre. Itt azért azt látszik, hogy jobban rámozdultak a kampányra. Meglátjuk, mi lesz. Igazság szerint, mivel három esélyes a dolog, itt... Mindenki számára nagyon fontos a győzelem, a jobbik számára azért, amit, amiről az előbb is beszéltünk, hogy ez a váltópárti státuszt tudja erősíteni, az ellenzék számára ö, az, hogy erősítse azt a narratívát, hogy, hogy a, a, a Fidesznek vége és a, a kormányzás válságba került. A Fidesz számára meg nagyon fontos esemény lenne, ha sikerülne ezt a PEC szériát vagy ezt a negatív hullámot megtörniük egy, egy győzelemmel. Térjünk akkor át egy harmadik témára, a héten ugyanis tovább gyűrűzött a questor ügy, és ön a beszélgetés elején azt mondta, hogy ez is az egyik példája annak, hogy a Fidesz saját terjeszkedésének a határára ért. Így van, én szerintem ez, ez is ö, szimptomája mindennek. Ugye tulajdonképpen Hát olyan 2008-tól érzékelhető a, a Fidesz részéről egy elég erőteljes társadalmi extenzió. Ami azt jelenti, hogy nem pusztán a, a választó polgárok, hát a, a támogatók körét igyekszik bővíteni, hanem nagyon tudatos módon az üzleti, illetőleg a, a civil szférában is igyekszik terjeszkedni különböző eszközökkel. Na most ez a fajta terjeszkedés és új szereplők bevonása ez kapott egy újabb gellert azzal, hogy körülbelül olyan 2013-ban hozzájött egy újabb folyamat, ami arra irányult, hogy kicsit diverzifikálni kell a függést az oligarcháktól, tehát új oligarchákat kell kvázi kinevelni, és Ugye ennek végpontja, a, a egyik pontja az, hogy hogy ugye kiéleződött az Orbán Simicska küzdelem, illetve felszínre jött, de ez ráerősítette erre az extenzióra, tehát jött, jöttek új szereplők, jöttek a Fidesz kör, köré. Eleve egyébként, amikor hatalomra, már a hatalomra kerülés előtt is, ugye ez az extenzív terjeszkedés hát okozott egy vákumot, amihez nyilván jöttek társutasok, akik az üzleti világ részéről szerettek volna a Fidesz győzelméből, hogy úgy mondjam, gazdasági értelemben is a Fidesz erejéből, győzelméből, hát tőkét kovácsolni, és ez a, ez a növekedés, ez a terjeszkedés, ez helyi szinten is és országos szinten is érzékelhető volt ez a, a Fidesz hátország megnövekedését jelentett, és ebben ebbe csúsznak ilyen kis hibák. Nyilvánvalóan egy ekkora a terjeszkedésnél jönnek olyan szereplők, akik hát problematikusak, és mivel ez a két szándék találkozik, ők is bekerülnek a, a hatalmi körbe. És. E tulajdonképpen a kvesztorügy és az, hogy a kvesztorügy így ráég a Fideszre, ez ennek az egyik magyarázata, ennek a folyamatnak az egyik pontja. De lehet, hogy nem vagyunk ennek a végén, tehát mivel ekkorára nőtt ez a hátország, itt még jó néhány olyan szereplő lehet, aki, aki, aki problémát okozhat még a Fidesz számára. Ugye látjuk ezt a kis botrányt is, tehát jön, jönnek itt elő olyan szereplők, Ilyet, és a média elég szépen pörgeti ezeket a szálakat, és ö, eléggé hiperaktív módon ö, ö, tolja ezeket a témákat, úgyhogy a Fidesz is csak kapkodja a fejét, és gyakorlatilag csak megy a. a tehát az a fajta tematizációs fölény, ami, ami ugye 2010 óta volt, az, 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 az teljesen eltűnt, és most már csak reaktív. Ö, kommunikációja van a Fidesznek, teljesen, ugye azt tapasztaltuk, hogy körülbelül egy két-három hónappal ezelőtt elindított egy nagy narratívát a Fidesz, ez a hardworking people vonal, eh, amit a britektől importáltak, a brit konzervatívoktól, és ez lett volna én szerintem az új eh, középosztály narratíva, ami az előző ciklusban ugye a középosztályról szólt, és a középosztály megerősítése volt a fő narratív keret, ez lett volna az új, amivel meg tudja frissíteni egy kicsit a, a Fidesz a, a kommunikációját, és ami, ami keretet nyújt mindazon intézkedésekhez, ami, amiket eltervezett. De nem tudja ezt a, ezt a narratívát se, ezt a vonalat sem folytatni, mert egész egyszerűen válságkezelésben van, folyamatosan reagálnia kell a, a felmerülő botrányokra, a, az ellenreakciókra. Úgyhogy... Itt ilyen, ilyen, értelemben a, a ügy, ő, és az összes többi az, az nagyon hát ilyen defenzív pozí, pozícióban nyomta át a kormány oldal. Csak a Fideszre éghet rá egyébként a Questor ügy, mert hogy Lázár János is arra utalt, ugye a héten az Indexnek adott interjújában, hogy ezek a brókerek és ezek a gazdasági emberek mindig a hatalom körül sündörögnek, nyalakodnak, ugye ezt a kifejezést használta a, a miniszter. Szóval, hogy Bejöhet-e a Fidesznek az, hogy visszatolja ennek a botránynak legalább egy részét az előző szocialista kormányokra? Szerintem ez nagyon ezen fog működni. Van, van részigasság abban, amit Lázár mond egyébként, tehát nagyjából hasonló ez a karakter, amit így felfestett. Ugyanakkor meg látszik, hogy azért a, a Fidesz házatáján sok ilyen szereplő jelent meg, és nem nagyon fogja tudni áttolni itt az előző ciklusokra ezek, ezeknek a botrányoknak legalább egy részét. Ez látszik az erre való próbálkozás, de hát amikor látjuk a questor vezetőjét egy páholyban meccset nézni a miniszterelnökkel, látjuk azt, hogy, hogy gyakorlatilag a külügyminisztert postásnak használva küld levelet a miniszterelnöknek, segélykérő levelet. Tehát egy csomó olyan apróság van, ami úgy a fejekben, pláne a Kvesztor a fejében, akik nyilvánvalóan nagyobb ö, érzékenységgel figyelik ezeket az eseményeket, és ezek nincsenek kevesen, tehát most olyan 30-35 ezer beszélünk. Ha az családdal együtt, meg mit tudom én, ilyen kisugárzással együtt értékeljük, azoknak a kollégái, meg mindenki, aki e erről közvetlenebb tapasztalattal rendelkezik, akkor az már a százezer főt is meghaladja. Tehát azért az már egy szabad szemmel jól látható választói kör. Tehát ezek az emberek érzékenyebben reagálnak erre, és hát azt, azt gondolom, hogy, hogy itt a közvetlen szálak miatt nehéz lesz ezt áttolni. Tehát amikor a budakes botrány előjött, akkor látszott egy erőteljes szándék a kormány oldal részéről, hogy ezt a, a szintén a személyes összefonódások, hát illetve nem tudom, hogy beszéltünk-e összefonódásról abban az esetben, tehát bizonyos budakes vezetők szerepet vállaltak korábbi baloldali kormányokban. Nyilván ezt is ezt, ezt lehetett volna még tovább pörgetni, és lehetett volna belőle politikai, pártpolitikai értelemben véve tőkét kovácsolni, de ez az egészet elsöpörte a Questor ügy és a Questor vezetőjének kormányzati kapcsolatai az, hogy... Belépője van a parlamentbe, az, hogy diplomata útlevele van. Tehát ezek olyan jelek, amiket nagyon nehéz másképp magyarázni, mint az, hogy ez egy kormány közeli vállalkozó. Tehát itt, itt ezt nagyon nehéz lesz másképp fölfesteni, vagy átszol, á, kicsit áttolni az ellenzékre is. Nem mellesleg itt tök mindegy, hogy át van-e tolva az ellenzékre, vagy nem. Hát per pillanat, a, azok a pártok, akikre kihathat ez, az, vagy vagy át lehet tolni a felelősség bizonyos szintjét azért azoknak nem sok vesztenivalójuk van ezzel, tehát nem ők az igazi ellenfelek per pillanat, azt gondolom, tehát lehet egy picit itt csatírozni rajta, de azt gondolom, hogy ezek, ezek gyenge és partalan próbálkozások itt, itt valahogy egy más, más narratíva lehet az, ami, ami kihozza a Fideszt ebből a kátjuból, Ez biztos, hogy nem vezet sehova. És ennyi fért a mai műsorba. Novák Zoltánnak a Méltányosság Politika Elemzőközpont projektigazgatójának köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.